sok éves hagyományra nyúlik vissza, itt Solt-Vad kerten, hogy a születi napok kapcsán repülésre invitáljátok az érdeklődőket. Anno honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen kezdeményezés létrejöjjön? Hát talán onnan, hogy a repülésnek a népszerűsítése egy alapvető célunk. Születi napokon ugye nagyobb a közönség, és sokkal több ember kilátogat, és ilyenkor szervezünk egy nyílt napot. Ilyenkor, aki szeretné ezt kipróbálni, megteheti. Mit lehet tudni az egyesületről, a repülősökről? Hány tagotok van, hány gépetek? 17 gépünk van, és 21 tagunk van jelenleg. Ez egy picike ingadozás van, de nem sok, nem jellemző. És környékben, sőt az ország is mondható, hogy a legjobb gépállománnyal rendelkezünk. Itt szinte minden gép 3 évnél nem öregebb. A mai napon mi volt a program, hogyan vártátok az érdeklődőket? Szépen jönnek az emberek, az időjárásban bízunk, hogy javuló tendenciát mutat, jelenleg a szél egy kicsit magas, és délutánra jobb időt jósol a meteorológia, és az emberek is délután szívesebben jönnek ki, mint délelőtt, ez a tapasztalat. Hogyan tudjátok megoldani azt, hogy ugye folyamatosan szállítjátok fel az érdeklődőket? Milyen emberanyaggal, tehát váltjátok egymást, mint pilóták, vagy pedig megbeszélitek ilyenkor, hogy ki vállalja ezt a programban való részvételt? Meg van beszélve, ki vállalja a programban való részvételt, és hát amikor valaki fáradt, akkor kihagy egy-két kör, de a többiek, tehát rájuk van bízva, hogy mennyit vállalnak, hány felszállást vállal, ki mennyire bírja erővel, fizikai erővel, mert karjukat el szokott fáradni. Azt tudni kell ugye, hogy itt teljesen amatőrökről vannak, akik felszállnak, vagy akik még sosem voltak levegőben. Mire hívjátok fel a figyelmét a fiataloknak, idősebbeknek, mikor beszállnak egy-egy sárkányrepülőbe? Hát nem kell neki aggódnia, nem kell félnie, nem kell nagyon kapaszkodnia, vizet facsarni a vasból. Kiesni ebből nem bír, nem lehet. Szerintem bízni kell a pilótában is, és a repülőgépben is. Különösebb problémánk még nem volt. Felmerül mindig a kérdés, hogy sárkányrepülőnél mennyire biztonságos, hiszen azért nem egy komoly helikopter vagy repülőről beszélünk. Azért nem kell félni attól, hogy esetleg valamilyen veszélyesebb járműről beszélhetünk? Hát ezek a gépek is ugyanúgy műszaki vizsgáznak, mint bármi más. Itt is megvannak a megtett légi órák, ami után el kell végezni a kötelező javításokat. Ultrakönnyű légijármű, ez az időjárásnak jobban ki van téve, azért látjuk azt, hogy ezek a sárkányok csak jobbára akkor repülnek, amikor jobb idő van. A különböző repülő, komolyabb repülőeszközök pedig szinte bármilyen időjárási körülményekhez tudnak repülni, ez a alapvető különbség közöttük. Másik, hogy az azért ultrakönnyű, mert ennek a felszálló súlya két személye megtankolva nem haladhatja meg a 450 kg-ot. Azt lehet látni, hogy szinte minden jármű, lehet, hogy mindegyik jármű motorral van felszerelve. Ez miért lényeges? Hát a motoros sárkányrepülés a hegyvidéki sárkányrepülésből alakult ki, mivel az Alföldön nincsenek hegyek, így szükség volt segédmotorra, és hát ez kiforta magát most már, hogy ilyen korszerű gépekkel tudunk repülni, korszerű motorokkal, úgyhogy maximálisan kiforta magát. Ez most már lehet persze ragozni, mint egy autónál is, hogy ilyen-olyan extrák még vannak, de az alapok már kemény alapokon nyugszanak. Egy-egy ilyen nyílt napon mekkora az érdeklődés, illetve a mai napon milyen volt a fogadtatás erre a meghirdetett programra? Hát a mai nap még csak a felénél járunk, általában 100-110 embert bírunk elvinni egy ilyen napon, amikor estig bírunk repülni. Hát most járhatunk körülbelül a felénél. Nem tudom, hány utast vittünk el, majd megkérdezem a kollégát. Esetleg, ha valaki nem csak születi nap kapcsán, hanem más egyéb okból kifolyólag szeretne repülni, annak van-e módja rá, csatlakozhat-e az egyesülethez, hogyan tud veletek kapcsolatba lépni? A hétvégeken van repülés, szombaton vagy vasárnap. Amikor valaki látja, hogy van kint repülőgép, akkor nyugodtan bejöhet, nyugodtan érdeklődhet, nézelődhet, senki nincsen elküldve innen. És ha pedig komolyan gondolja, hogy akar repüléssel foglalkozni, akkor megvannak a szabályai, a orvosival kezdjük, megvan a kiképzés tematikája, formája, módszere, és akkor meg tudjuk csinálni neki a kiképzést házon belül is, tehát itt a helyszínen.
a migránsok bevándorlása miatt nem csak határzár, hanem úgy tudom légtérzár is van. Ez mennyiben érinti a Soltatkert és sárkányrepülősöket, illetve a környékbeli hasonló sportnak keftelőket? Határtól számítva 20 kilométeres légtérzár van, ez a 0 méterig, tehát felszállni, abban a légtérben repülni csak külön engedéllyel szabad. Akik ebbe beleesnek, azoknak felszállási tilalom van. Mi szerencsére kívül esünk rajta, és minket most pillanatnyilag nem érint, de mi sem mehetünk 20 méternél közelebb az államhatárhoz. Ilyenkor az egyesület tagjait vagy vezetőséget értesítik a hatóságok? Központilag értesítve vagyunk, igen. Igen. Napra készek kell, hogy legyünk. Kérnék egy bemutatkozást, honnan jöttél, hogy hívnak? Szabó Iringó Emese vagyok, Erdélyből jöttem, Romániából, Magyarkapudról. Voltál már Magyarországon, vagy Soltatkerten korábban? Nem, ez az első alkalom, mikor átlépem a határt. És milyen érzés itt egy más országban lenni? Nagyon jó. Programok milyenek? Tűrhetőek, nagyon jók. Voltál fent repülni, úgy tudom. Milyen élménnyel gazdagodtál, milyen volt? Mennyiben más, mint ugye itt lent a földön? Sokkal másabb. Az emberek szinte nem is látszottak, a házak is csak akkorák, mint a hangyák. Olyan vagány érzés. És mennyire volt gyors a sárkányrepülő? Nagyon gyors volt. De a levegőben az az érzés, hogy mintha nem mozognál. Nem féltél? Hát egy kicsit féltem, de megszoktam. Mennyire volt jó érzés, mikor lejöttél a talajra, és itt a fiúkkal, lányokkal megbeszéltétek a történéseket? Hát jó érzés volt, de még mentem volna. Ha hazaértek, szoksz erről mesélni azért a barátoknak, családtagoknak? Igen, nagyon sokat. Megvárom, még leveszed a... De nem készítünk. Dehogy nem. Nem adok interjút. De azonnal, meg ismerted a Soltatkert. Ott, ez húzd meg tett melletted, ott van. Jó. Oké, biztonsági is. Közben kérdeznélek, egy bemutatkozást kérnék csak. Deli Mónika. Igen. Hogyan sikerült a repülés? Nagyon fantasztikus élmény, tényleg nagyon jó. Szuper, mindenkinek ki kell próbálni, még ilyen szélbe is. Megismerted a Soltatkert részeket, tájakat? Fentről, abszolút. Nagyon meglepődtem a vadkerti tónagyságán, sokkal kisebb onnan fentről. Meg a temetőn nagyon érdekes igazából az, hogy azok picikéknek látszanak a sírok. De nagyon szép, gyönyörű. Korábban repültél már? Nem, a sárkányrepülőben nem. És milyen érzés volt, milyen tapasztalatokat szereztél? Hát a széldobálása az picit az izgalmat adott, kicsit izgultam, de nagyon jó, tehát nagyon szuper föntről. Még kérdeztem is, hogy mi az az időtartam, amit fönt lehet tölteni egy ilyen sárkányrepülővel, és hát 400-500 kilométert lehet egyszerre tenni, úgyhogy mondtam, hogy még szerintem életem során kerítünk erre sort. Látom, elég nyáriasan öltöztél fönt, nem volt hideg? De a szelet azt éreztem azért, abszolút, igen, igen. Azért jóval hűvösebb a levegő, igen, nem? Igen, de nem volt veszélyes. És nem, mennyivel nem. Volt gyorsabb, mint egy autóban ülni például? Én föntről azt, tehát nem érzem a sebességet egyáltalán. Kérdeztem, hogy mennyivel megyünk, azt mondta, hogy 80-nal, de nem érezhető ez a sebesség ott fönt egyáltalán. A széldobálás az inkább volt érezhető. Ha lesz rá lehetőséged, máskor is azért elindulsz? Mindenképp, igen, igen, nagyon jó volt. Na, sikerült. Nem, azt mondja, hidegebb volt azért fönt valamennyiben. De az ikalom az nem volt. Ja. Gyomrod.